A Mosonmagyaróvári Vártnál vagyunk, a hátam mögött, ami 18. század végén, 19. század elején épült. Mária Terézia is járt ebben a várban, és az egyik toronyban töltött egy éjszakát. Ezt a látogatást meg is örökítette egy Mária Teréziát ábrázoló szobor, amit majd arrébb fogunk látni. Jelenleg a várban, a Mosonmagyaróvári várban az Agrártudományi Egyetemnek az egyik kara működik.